A Nemzeti Közszolgálati Egyetem folyamatosan szeretné biztosítani a hallgatók utánpótlását. A felsőoktatási intézmény hallgatóinak nagy része most is a keleti ország részből származik, hiszen például a nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnáziumban magas fokú szakmai felkészítés zajlik. A két intézmény szeretné tovább erősíteni a kapcsolatot, ezért pénteken egy együttműködési megállapodást írtak alá a képviselők. Ennek értelmében, akik a Budaiban végeznek, egyenesen pályázhatnak a rendészettudományi kar képzésére. A legfontosabb, ha az egyetem szempontjából nézzük, ugye az okleves technikus képzéssel plusz kreditpontok megszerzésével az egyetemre felvett hallgatók már rendelkeznek kreditponttal. Ez az egyik. A másik, itt a Budaiban az oktatás kiszélesedik, a gyerekek megismerkednek egy másfajta módszertannal, másfajta tartalommal, másfajta innovációval, amit akkor is tudnak hasznosítani, ha nem a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folytatják tanulmányaikat. A tapasztalatok szerint azonban kicsi a lemorzsolódás és a pálya elhagyás. Azok a fiatalok, akik a Budaiban kezdik meg tanulmányaikat, közel 95%-ban sikeresen be is fejezik, és ezen a pályán folytatják útjukat, legyen az felsőoktatási tanulmány vagy munka. Nagyon szeretik a fiatalok a rendészeti szakmákat. Ugye ez nem is szakma, ez egy hivatás, és mi erre neveljük a hallgatóinkat. Tehát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karán mi úgy tekintünk a hallgatókra, hogy ők a jövő kollégái, a jövő kollégáink, 4 év múlva ők hadnagyok lesznek, és különböző beosztásba jönnek. Nagyon jó kondíciókkal tudnak nálunk tanulni. Minden hónapban körülbelül 300 000 forint körüli illetményt kapnak. Emellett az első évben ingyenes kollégiumi elhelyezés történik a részükre, ingyenes az étkezésük, ingyenes a ruházati ellátásuk, és természetesen a különböző rendvédelmi szervekhez kerülve ők hivatásos állományba kerülnek, és a hadnagyi beosztásnak megfelelő beosztásokat látják el. Az együttműködés egyedülálló lesz a vármegyében, máshol nincs okleveles technikus képzés a rendészet és közszolgálat ágazatban. Ez akkor lehet sikeres és hosszú távú, ha a képzéshez megfelelő infrastruktúra is társul. A szabolcsi emberek kötelességtudók, munkaszeretők és hazaszerető emberek, bárhol az országban hallaktanyákat nézzük, ha a rendvédelmi szerveket, a szabolcsiak letették a voksukat, és ezért véleményem szerint az egyetem is bízik a szabolcsi diákokban, és ilyen formán egy kicsit megkönnyíti az előmenetelüket is. Mi ennek nagyon örülünk, és ha ezt ehhez hozzáteszük, hogy a Budaiban hamarosan egy Európai Uniós és kormány támogatásból megvalósuló 3,5 milliárd forintos iskolafejlesztés indul meg, akkor pedig úgy gondolom, hogy olyan lehetőséget kapnak az ide betérő diákok, amely párját ritkítja nem csak a megyében, hanem ebben az ország részben. A 3,5 milliárd forintból új tantermek és kollégium is épül majd, valamint elvégzik az egyéb szükséges felújításokat.